Marosvásárhelyen filmfesztivál ért véget, Bukarestben pedig filmhét kezdődik. Mától vasárnapig a magyar filmeké lesz a főszerep a fővárosban. Tizedszerre szervezi meg a bukaresti Balassi Intézet a magyar film hetét a fővárosban. Az előző évek hagyományait folytatva ezúttal is az elmúlt egy év magyar filmgyártásának termékeiből mutatnak be válogatást a filmkedvelőknek. Kós András László, a bukaresti Balassi Intézet igazgatója szerint a program összeállítóinak könnyű dolga van, hiszen szinte minden évben több magyar alkotást is díjaznak a nemzetközi filmes sereg szemléken. Az elmúlt év tulajdonképpen a magyar film sikerének is nevezhetjük, hiszen ha arra gondolunk, hogy a Saul fia nyert az Oscar díjat, az már önmagában meghatározza azt, hogy mi fog következni, de nagyon sok olyan film készült az elmúlt évben, amelyet különböző nemzetközi filmfesztiválokon díjaztak. Az Ernelláik Farkaséknál Hajdú Szabolcs filmje Karlovy Váriban lett fődíjas, de a televíziós filmek kategóriájában több díjat bezsebelt a Félvilág Szász Attila alkotása is. A filmeket Rádó igazságfilmkritikus vezeti fel a nézőknek. A bukaresti nézőnek meg lesz a lehetősége találkozon a mai magyar társadalom nagy témáival, problémáival, de hát nem csak a maival, hanem a közel és a régebbi múlttal is, mert sajnos a mai ember mindig szembe muszáj álljon a történelemmel. A román és angol nyelvű feliratozással vetített filmeket mától vasárnapig tűzik műsorra a Román Nemzeti Paraszt Múzeum Hórea Bérnia termében.